az van, hogy az előző hetet így bírtuk pozitivitás szempontjából, nem? Igen, igen, igen. És az a problémám, hogy én ezt, hogy én szeretnék már mondani dolgokat. Történtek dolgok az előző héten, amire nagyon szeretnék reagálni. Úgyhogy hagyjuk már ezt a pozitivitás dolgot, amit elkezdtünk az előző héten. Láttuk, hogy jó, érdekli az embereket, néha-néha reagálnak, de annyira igen. Nem. Az érdekli az embereket, hogyha elmondom a véleményemet dolgokról, meg elmondjuk a véleményünket dolgokról. Kendőzetlenül kritikát fogalmazunk meg olyanokkal kapcsolatban, akiket látunk a trending tabba, vagy hogy hívják. Én sem mondtam, hogy örökké, csak boldogok. Akkor térjünk vissza, térj vissza! A második gyökerünk. Benne vagyok, benne. Na most beszélgethetünk arra, hogy... Benne vagyok. Ezt benyúlhatom? Pöccünk csak ki. A jó kis kőbányai, mi? Hát jó öreg kőbányai, mindig a műsor színvonalához. Igen, igen. Kezdhetünk? A kőbányai, ami prodig, mint a Surreality Show. Surreality Show! Jöjjön a család, láttam dolgokat az interneten. Mondhatnád, kezdetednél minden részt. Láttam dolgokat az interneten. Ez jó, ez jó. Ezt vezessük be. Mostantól innen így kezdődik. De ez hatodik érzék, igen? Referencia. Láttam szellemeket, vagy mit mond a kisgyerek. Láttam halottakat. Vagy valami ilyesmit? Valami ilyesmit mond, abból a mém lett. Na szóval, láttam dolgokat az interneten, és a fejemben kialakult már egy fekete lista videósokról, nem tudom, neked van-e ilyen videósok, akikkel nem szeretnék összefutni a való életben, mert ha ezt megmerik csinálni az interneten, akkor milyenek lehetnek ténylegesen ott előtted. Tehát van a fejemben egy fekete lista, amin, hogy őszinte legyek, jelenleg Dazis, Szabi Est és egy-két másik videós egyre följebb kúszik, nagyjából ilyen 100 videós tartalmazhat. Pratcsek! Ez egy olyan fekete... Ez nem volt utalás. Nem. Ez csak véletlen kijött. Ez csak pratty. Aha. Szóval, hogy a videós fekete lista fejemben egyre csak bővül sajnos, bár nem tagadom, kerültek le a fekete listáról is videósok. Mondjak egyet? Na, kérdés vagyok. Például Ámfél az már egyre kijött kerül ebből a fekete listából nálam. Miért? Mert nem káros, amit csinál. Gondolj bele, Ámfél ugyanúgy megtehetné, hogy felvágjon azokra a dolgokkal, amikkel például Szabi Est felvág. De valamiért mégsem érzem azt az ő szponzorációjuknál, mint például a Szabi Estes dolognál. Valamiért engem mégsem zavar egyáltalán, vagy nem is olyan szinten. És tudom, milyen nagy kérdés nálam? Az Ámfél és Szalai Isti kapcsolatában. Hogy vajon Szalai Isti volt jó hatással Ámfélre, vagy Ámfield volt rossz hatással Szalai Istire? Ha. Ez egy kibaszott nagy kérdés, nem? Ha. Hogy mert Ámfield az láthatóan más stílus nyomatot a Szalai Isti előtt, mint utána. És ez jó hatással volt rá, de van a Szalai Isti videóira jó hatással volt az Ámfield-es kollaboráció, vagy rossz hatással? Ezen gondolkodjunk. Ennek az oldalnak is két érme van. Azt kéne megérteni, hogy itt amikor csinálunk egy-egy szeméről videót, akkor is kapjuk utólag az üzeneteket videósoktól, hogy ez a pletykája van erről a videósról, ezt tudja, ezt csinálta, ennél a partnercégnél van, vagy esetleg a partnercéges közös csetben mit beszélgetnek rólunk, és akkor egy kérdésem van, hol a faszban érdekel ez minket? Csomó olyan videós írt nekünk a videók után, és elkezdett pletykálni olyanokról, akikről kurva nem érdekel semmi, akik nem realizálták, hogy mi emberek munkásságáról beszéltünk, nem a magánéletéről, és mi nem vagyunk kíváncsiak emberek magánéletére, mert ahhoz nincsen közünk alapjáraton. Nincsen közünk ahhoz, hogy ki kivel feküdt le, ez már kibaszottul ilyen öregnéni pletykás szint, amikor leültek egy padra, és elkezdtek beszélgetni az öregnénik arról, hogy én nézzétek meg, megfogta a segít az a csávó, de undorító, hát ki a fasz nem érdekel ez? Mi emberek nyilvános tevékenységéről beszélünk, amit az interneten látunk. Felmegyek a YouTube-ra, és megkapom a felkapottak között azokat a videókat, amikről mi itt beszélünk olyan emberekről, akiknek a munkássága megérdemli a kritikát, függetlenül a partnercégtől, és függetlenül attól, hogy egy-egy emberrel söröztünk-e már mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy voltunk együtt videós bucs. Bocs, ezt vedd már le, mert ettől nem tűnsz komolynak. Ettől? Aha. Nem jó? Hát az is, nem? Ezt Csecse Attila inspirálta. Tudod, múlt, amikor kiugrott, ja. És tényleg, úgyhogy köszönjük szépen neki. Az ötletet, már ezt a beugrást is megtartom. Ne. A beugrást azt most nem mutatom. Sajnálom, ne törtem. De attól függetlenül köszönjük szépen az ötletet. Kerestünk még, ennél csak nőiesebbek voltak. De ez férfias, szerencsére. Úgyhogy szó is adnám. Megint mi történt? Felkerült a Szabi Estes videó. Több Szabi Estes videó is, hogy őszinték legyünk, meg az utalások.
És akkor személyes indítatásból írtak nekünk olyan emberek, akik a Szabiest elleni klipbe tartoznak a YouTube-on. Nagyon jól reprezentálja a YouTube közösséget az a kis geciskedés, hogy egyből írnak privát üzenetet azok, akik utálják például Szabiestet valamilyen indítatásból nekem, amiközben nekem személyileg semmiből nincs Szabiestet, mert nem ismerem. Na most... De, hogyha már itt tartunk, akkor... Valakiről vagy jót, vagy semmit! Igen. Nagyon jó példa erre az egészre, Szalai Ricsi esete, aki nagyjából az első között hozhatott. Vettem a jelet. Vettem a jelet. Jó, ügyes vagy. Na, hát kezdünk összeszólni. Igen. Ezt tetszik nagyon. Szalai Ricsi esete, és a Szalai Ricsi klikjének az esete, akik úgy gondolták, mit gondoltak? Hát igazából a lényeg az, hogy Szalai Ricsi az egy másik klikben van, mint a Szabiest, ugye nekik személyes problémáik van egymással, ez kiderült. Én még amikor Szabiestől megfogalmazott véleményt Szalai Ricsi, azt gondolta magamban, hogy jó, lehet leveszem a képzeletbeli fekete listámról Szalai Ricsit. Kicsit elhamarkodtam, oké, magyarul nagyon nehezen tud fogalmazni, sőt a legtöbb mondata nem helyes magyarul Szalai Ricsinek, fel kell írni egy telefonra azt, hogy mit akar mondani, hogy ne felejtsen. Jó, van ilyen. Azt mondom, hogy ezért nem fogom szivatni. Azt hittem, hogy megfogalmazza normálisan, hogy mi a problémája a Szabiest munkásságával, de nem. Utána kitett kettő videót is a csatornájára, az egyikben pont ugyanúgy viselkedik, mint az, akit kritizál, és a másodikban pont ugyanazokat a technikákat használja, amiket Szabiest is a nézettségvadászat szempontjából. Így arra a következtetésre jutottam, hogy Szalai Ricsi csak is személyes indítatásból csinálta a videót, és leszarja, hogy Szabiestnek milyen munkássága van, milyen videókat csinál, vagy esetlegesen mi az igazi probléma a Szabiest jelenséggel, hogy így visszacsatoljunk. És Szalai Ricsi nagyjából az elsők között volt, akik írtak nekem a Szabiest jelenséges videó után privát üzenetet, hogy mennyire tetszett nekik ez a videó. Kurvára tetszett, megköszöntem, köszi szépen, de már ott éreztem, hogy igazából ez egy személyes hadjárat a részéről, és Szalai Ricsi pont ugyanúgy megérdemli a kritikát, mint Szabiest, semmivel nem külön. Igazából úgy tudnám elképzelni, hogy itt van egy piros labda, itt meg egy piros labda, egy fallal elválasztva. De ugyanaz van mind a kettő oldalon, érted? Deep. Ugye? Deep. Mind a kettő egy piros labda, Szalai Ricsi is, meg Szabiest is. De ahogy hogy állják ki, úgymond, nem az ő védelmében, hanem másokéban, mert attól, hogy írnak neked, attól nem kell elítélni, meg degradálni, mert például, ha belegondolunk, van nem egy, nem kettő olyan videós, aki ha nem létezne a szűrőről, hogy nem is vettük volna fel velük a kapcsolatot, és ebből később lesz videó, projekt, közös közreműködés. De ennek semmi köze a magánéletéhez a videóshoz. Mi a munka miatt vettük fel a kapcsolatot, a szűrőleti miatt, meg ők is velünk. Nem azért, hogy elkezdjenek pletykálni. Viszont másról van szó, mert vannak videósok, akik pletykás gecik konkrétan, és azért veszik fel velünk a kapcsolatot, hogy megosszanak olyan dolgokat, amikről én nem akarok tudni. Számomra Szalai Ricsi karakter az mindig is ilyen semmilyen volt. Egy kicsit, nem? Hogy így tudtam arról, hogy létezett. Egyszer még közös videót is próbáltunk csinálni, mint utólag visszanéztem, és oltán egy fos volt az egész nyersanyag, úgyhogy nem lett belőle semmi. És nekem ilyen semleges. Tudtam, hogy ott van Szalai Ricsi, nem nagyon csinált semmit, volt egy hónapokig nem töltött fel videót, és most kezdett el aktív lenni, hogyan volt ez a Szabiestes dolog, és tudjuk, hogy van valami konfliktus kettőjük között, hogy pontosan mi azt nem lehet tudni, az egyik feljelentette a másikat. Őszintén szólva ez a része nem is érdekel. Engem az a rész érdekel a dolognak, hogy nyilvánosabb mi az, amit mind a ketten feltöltenek az internetre több százezer embernek esetenként. És itt van Szalai Ricsi, legújabb videója, Le fognak csukni címmel. Annyit spoilerezek, hogy ellopnak egy cirkuszból egy lovat. Ellopnak egy lovat bebaszva a cirkuszból, ezért is piálunk, ez látjátok a kicsit az összefüggést. Ez nem home felvétel, tényleg bebaszunk itt. Szeretnénk egy kicsit átérezni azt a helyzetet, hogyha az ember normálisan ittas, akkor miért érez készítést arra, hogy illegális dolgokat kövessen el, mert szerintem ellopni egy lovat... Ki kell mondanom, Bobby? Figyelsz? Szerintem ellopni egy lovat nem annyira jó pofa dolog. Jó, Dunkeppe, jó, leveszem a szövegemet, na. Csapó 2 vagy 3, nem tudom már hányan járok. Sziasztok! Na, jó, sziasztok! Tess is a gyerek, ki van nám testnevelve. Úgyhogy lányok jelentkezés is itt lenne. Nagyon cringe. Nagyon van nevelve a test. Nagyon cringe. Szalai Ricsi nagyon cringe. Semmivel nem jön, mint Szabiest. Ez a Szabiest meg a Szalai Ricsi, azt mondja, inkább legyenek jóba minden, mert külön-külön csinálják ezeket a fasságokat. Fú, de cringe.
csöcsös volt, 30 éves is. Ilyen száj, ilyen göndör hajak, ekkora mellek, na meg a falu bikája az övé volt, úgyhogy arra se. A 100 000 nézték meg a Lefognak Csunkti című videót, hozzáteszem, még csak szóba se kerül, hogy Szalai Istit bármikor is lecsuknák. Igazából ezen már meg sem lepődik senki. A clickbaitre nem szeretnék most rátérni. Nem szeretnék rátérni arra sem, hogy szó szerint, amikor valakiről elmondom a véleményemet, már előre tudom, hogy hogyan fog reagálni az illető. Itt nem is az lenne a célunk, hogy az illetőnek a fejében megforduljon egyáltalán a gondolat is, hogy változtatni kéne, mert pontosan jól láttuk Dezis esetében is, és Szabjás esetében is, hogy ugyanazt, tehát lényegében önmaguk paródiájává válnak, miután válaszolni kell egy ilyenfajta kritikára, utálkozásra, hogy az ő szavukkal éljek. Úgyhogy nem is az lenne itt a cél, hogy itt most Szalai Ricsi, Szabjás vagy Dezis gondolkodást megváltoztassuk. Ők már nagyon szépen elhelyezkednek a YouTuber fekete lista mappámban a fejemben. Itt a cél az lenne, hogy minél több emberhez eljuttassuk, hogy igenis vannak videósok itt most a személyünkben, akik szintén ezt egy nagyon káros dolognak gondolják, hogy kisgyerekek tömegével megosztani, ahogyan egy átbulizott éjszaka után lovat lopnak, és utána ezt az egészet úgy beállítani, mint hogyha ez egy ilyen normális viselkedés lenne. Ilyen rasszal, húderasszal. Mégis csak egy élőlényt loptunk. Mégis elloptunk egy lovat a cirkuszból, de egyszerűen az a valakinek a tulajdontárgyát, nem kurva laza? Nem is az a tulajdon, egy állatot, egy élőlényt. Nem, nem egy tárgyat, érted? Még ez a durva, elloptunk egy, mit tudom én, egy táblát. Nem, elloptak egy lovat. Egy élőlényt. Nem olyan, hogy elloptak egy stop táblát, bár az is bazd meg, az is milyen kibaszott veszély, nem? Miért van az, hogy az emberek 90%-a nem csinál ilyet átbűzött éjszakák után? Vagy ha csinál, és nem olyan hő, hogy megosztja az interneten. Miért van az, hogy a Justin Bieber belehugyozik egy vödörbe, és azt megosztja interneten, kiakad rá az internet, és undorítónak titulálja, ezeket a videókat meg szó nélkül hagyjuk. Szalai Ricsi nem lophat lovat. Itt lényegében egy bűncselekményt ismer be. Tehát itt nem arról van szó, hogy de jó pofák vagyunk és ellopunk be basszai lovat. Szalai Ricsi elmondja, hogy ők egy bűncselekményt követtek el, elloptak egy lovat, bazd meg. És próbálj úgy beállítani, mintha ez egy természetes viselkedés lenne, főleg akkor, amikor be van baszva az ember. Ez bebaszva sem természetes viselkedés, sőt, felszívhatsz több gram kokaint, vagy bármilyen drogot beszedhetsz, az, hogy ellopja a lovat, semmilyen szempontból nem természetes. Aki megérdemli, azt kritizálni fogjuk, attól függetlenül is, hogy söröztünk együtt, vagy nem söröztünk együtt. Itt nem személyes indítékkal csinálunk videókat emberekről, hanem az alapján, hogy megérdemli-e valaki a kritikát, vagy nem. Szalai Ricsi megérdemli a kritikát, mert amit ő alkot és amit az internetre feltölt, az kibaszott káros hatással van, úgy gondolom, nagyon sok kiskorú nézővel, mert azt fogja tudatosítani az emberben, hogy ez a normális, miközben ez nem normális, és még csak nem is jó pofa, így néztem a videót ilyen fejjel, hogy mi a fasz? Ez nem vicces. Nem vicces poén belehúgyozni egy vödörbe, vagy ellopni egy lovat. Ez tökre nem vicces. És ez nem relatív, tehát ez egy bűncselekmény, ez nem egy relatív dolog, hogy ez vicces-e vagy nem. Mert ott lehet, hogy viccesnek tűnt, de akkor is ezzel át kéne gondolni, hogy ez föltölti el az ember az internetre. Ezeknek a videóknak nem az a lényeg, hogy ezeket a tartalomgyártókat megváltoztassuk, mert pontosan jól tudjuk előre, hogy mi lesz a reakció egy-egy tartalomgyártónak. Ugyanazokat a sémákat követik, ugyanazokat a sablonokat térítenek, hárítanak, megmagyarázzák, hogy ez miért volt, nyilvánvalóan mindig az a hibás, aki kritizál, és mindig azt tudja jól, aki a tartalmat gyártja. Káros a munkásságuk. Az interneten. Nyilvánosan. Bebasztam. Lopjunk el egy lovat.